Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. A Nagykörút című műsor, ez a magazin, mondhatnám azt, hogy eltér a szokásostól, már csak azért is, mert egy korábbi adás ismétlése lesz, mert hogy 1996 óta, amikor is az ENSZ közgyűlése november 21-ét a televíziózás nemzetközi napjává nyilvánította, mi is készítettünk még novemberben erről ezzel kapcsolatosan egy külön kiadást, csak nem egy órában, amelyben megszólaltak televíziós személyiségek, és még elkirándulgattunk külföldi televíziós csatornákhoz is. Nagyon sok nézői kérés, kérdés és visszajelzés érkezett, miszerint kérik, hogy ismételjük meg ezt a műsort. Nos kérem, a nézők szava parancs, a nézők kérését teljesítjük, ezt fogják most látni ismétlésben. Íme. Szép jó estét kívánok mindazoknak, akik most kapcsolódtak be a TV2 műsorába. Kedves nézőink, a most következő felvételek néhány nappal ezelőtt, március 20-án készültek. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor. Van egy olyan területe az életnek, ahol egyáltalán nem számít, hogy kinek milyen színű a bőre, vagy egyáltalán hogy hívják, és ez a terület a sportpálya. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Köszöntöm a nézőket Szűcs Robert nevében is. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok, és hát szép napot kívánunk, azt hiszem legjobb, hogyha ezzel kezdjük az adást. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. A magazinunk a Nagykörút ezúttal rendkívüli kiadással jelentkezik. Ennek oka pedig az, hogy 1996 óta, amikor is az ENSZ közgyűlése meghirdette, minden évben november 21-e a televíziózás nemzetközi napja. Olyan témákkal a középpontban, mint például a béke, a kultúra, vagy éppen az együttműködés. És hogyha már televízió, mi magyarok igencsak büszkék lehetünk, mert hogy a televízió feltalálói, úttörői, a televíziózás kezdeményezői, nagyszerű szakemberei, mondhatom nyugodtan zsenik voltak, éppen magyarok voltak. Elég csak megemlíteni mondjuk Tihanyi Kálmán, Mihály Dénes, vagy Goldbark Péter Károly nevét. A most következő összeállításban egyebek mellett szó lesz a különféle televíziózás és módokról, a különféle televíziós csatornák munkájáról, működéséről. Egy pici összehasonlítást is tehetünk a hazaiak mellett a BBC-vel, vagy akár a CNN-nel, és tulajdonképpen megnézzük, hogy egyáltalán a mai televíziózás, mondjuk a mesétől a híradózásig, hogyan működik. És talán arról is ejtünk majd néhány szót, hogy mi lesz a jövőben. Mindenről vendégeink, ennek a műfajnak, ha szabad így mondanom a televíziózást, szakértői, nagyszerű ismerői fognak beszélni. Itt, a Nagykörútban. Köszönöm szépen, hogy a műsor első vendégeként elfogadta meghívásunkat dr. Auer János a média tanács képviseletében, és azért is gondolom, hogy kezdjük úgy ezt a műsort azzal, hogy egyáltalán Magyarországon, mert nem mindenki tudja, hányfajta, milyen fajta televíziók léteznek, mert azt tudjuk, hogy köztelevízió, aztán... Köszönöm szépen a meghívást. Lényegében a közmédia, a köztelevízió, és vannak kereskedelmi, illetve közösségi televíziók. Amik ebben a tekintetben, vagy ebből a szempontból egyfajta kategóriaként értelmezhetők. Ezeket a kategóriákat alapvetően a médiatörvény rögzíti,
Ugye a médiatörvény körül annak idején rengeteg herce-hurce zajlott, de talán az egyetlen olyan témakör volt, amiben nem kötöttek bele, az a közmédia, pontosabban a közszolgálati médiának Igen. a feladatáról, illetve a struktúrájáról való rendelkezés. A közösségi televíziók, vagy a közösségi média szolgáltatást, ugye alapvetően nem is televíziókról beszél a törvény, hanem a média szolgáltatásokat definiálja, amiket kereskedelmiként, közszolgálatiként és közösségi média szolgáltatásként ír le. Tulajdonképpen etimológiai megközelítésben teljesen világos lehet mindenki számára, hogy ezek a kategóriák mit jelentenek. A közszolgálat az lényegében az, ami a demokratikus nyilvánosság működéséhez szükséges információt biztosítja az érdeklődő polgároknak. A kereskedelmi média az alapvetően egy üzlet, ahol a nézettség, illetve az értékesíthető reklámidő között van szigorú és nagyon egyértelmű összefüggés. A közösségi média pedig egy olyan lehetőség, hogy a polgárok vagy a társadalom kisebb-nagyobb ilyen-olyan értékek mentén szerveződő közösségei egymáshoz tudjanak szólni, és médiaszolgáltatás révén is tehessék ezt. Amikor olvassa az ember a híreket, vagy hallja a híreket, hogy most nem akarok egyetlen egy televíziót kereskedelmét se kipécézni, hogy valami miatt megszegték a média törvényt, és ilyen büntetésben részesítik őket, akkor ez azt jelenti, hogy állandó figyelő szolgálat van, mert nyilvánvalóan másképp nem tudnák, hogy hol szegik meg a média törvényt. Természetesen működtet a médiahatóság egy olyan monitoring rendszert, amelyik azokat a médiaszolgáltatókat, illetve a médiaszolgáltatók adásait, illetve a közzétett tartalmakat folyamatosan figyeli. Abból a szempontból elsősorban, hogy a médiatörvénynek, illetve amennyiben hatósági szerződés alapján nyújtja a szolgáltatását az adott médiaszolgáltató, akkor a szerződésben foglaltaknak eleget tesznek-e, vagy sem. Beszéljünk a Bocsánat, csak még vannak olyan ügyek, vagy olyan kérdések, amiknek a szabályait a médiatörvény tartalmazza, de a médiatanács vagy a médiahatóság hivatalból nem tud eljárni ezekben az ügyekben. Ezek a kiegyensúlyozottságra vonatkozó kérdések, amit csak akkor tudunk vizsgálni, hogyha erre vonatkozó bejelentést, illetve kérést vagy kérelmet kapunk. Megyünk a 21. századba, és ezt azért mondom, mert hát az utóbbi évtizedben, vagy talán még régebben is megkezdődött az átállás. Szóval ma már nem olyan a televíziózás, mint régen volt, interaktív, mindenféle bejött, digitális televíziózás, most már ha gyerekcipőben is, azt hiszem, hogy a 3D-s is szolgáltatás vagy eladás is előjön. Mi Magyarországon ezügyben hol állunk a nemzetközi piacon? Mennyire sikerül az átállás? Most nem akarom hasonlítani, mit tudom én, a németekhez vagy az osztrákokhoz, de hol vagyunk? Nyugodtan lehetne hasonlítani akár a németekhez, akár az osztrákokhoz, mert ugye a digitális átállás az kötelezettség volt. Az Európai Unió szabályozó hatóságai ezt a kötelmet, ezt tulajdonképpen minden tagállam számára előírták. Magyarország egy picit megkésett, mert elvileg 2012 évvégéig kellett volna befejezni a digitális átállást, de ez lényegében csak egy évvel később történt meg. Ma már azonban kimondhatjuk, hogy a televíziózás az digitális technológiával zajlik. Ne kérdezzem meg, hogy ez pontosan mit jelent, mert fizikából elég gyenge vagyok. De az a lényeg, jobb a képminőség. Így van, a képminőség jobb, azok a készülékek, amik a digitális jelek vételéhez szükségesek, azok elvileg rendelkezésre állnak. Annak idején a hatóság elég mélyen a zsebébe is nyúlt akkor, amikor a rászorultságot figyelte, hogy a magyar társadalomnak vannak olyan csoportjai vagy rétegei, akik maguktól ezt nem tudták volna megfinanszírozni, hogy ezzel az ásatok kifejezéssel éljek, és ebben sokat segített az NMHH. Még egy dolog így a vége felé, hogy arra jutott eszembe, hogy az előbb mondta, hogy a szolgáltatás, hogy az ember hallja a szakembereket, és most már nem műsorkészítés van, hanem tartalomszolgáltatás, és nem a tévéképernyőjét nézzük, hanem a felületet. De itt most nem akarok ilyen nyelvi bohóckodásba kezdeni. Sokkal inkább, hogy kezdtük a közszolgálattal. Még mindig a BBC az etalon? Hát ez nehéz kérdés. A BBC-nek hihetetlen hagyományai vannak. Azok az értékek, amiknek a mentén ők lényegében majd 100 éve csinálják azt, amit csinálnak, nehezen kérdőjelezhetők meg.
Az, hogy pontosan le kell másolni a BBC-t, akár a struktúráját, akár a tartalmát tekintve, vagy sem, azt én nem merném kijelenteni, de az biztos, hogy példának vagy mintának nem rossz. Annak idején, amikor, ha jól emlékszem, 2000-ben tanulmányúton voltál a BBC-nél Angliában, akkor hogyan tudtad lemérni, vagy letmérted egyáltalán a különbséget az akkori magyar televíziózás, közszolgálatira gondolok, és a BBC között? A dologhoz hozzá tartozik, hogy a híradó főszerkesztő helyettese voltál akkor. Tartalmi különbséget nem nagyon láttam, ugyanis egyetlen televízió híradót volt módon megnézni, azt is az ITT-n, tehát nem közszolgálati televízión, és egy hihetetlen nagy baki történt adás közben, ott voltunk végig a vezérlőben. Az történt, hogy beragadt egy kazetta, és valami eszméletlen futkározás kezdődött, körülbelül egy 3-4 percig se kép, se hang, és hát az természetesen ezt az időt valahol majd később be kellett hozniuk, ezt már nem éltem meg. Uh-huh. Tehát ez a tartalmi rész. Az infrastruktúrális részt összesen lehetett hasonlítani az itteni magyar királyi televíziós viszonyokkal. Bocsáss meg, és ez már nem csak a híradóra vonatkozik, gondolom. Maradjunk csak a híradónál, mert nyilvánvalóan, hogy a más részre nem volt betekintésem. Uh-huh. Tehát a híradó, először is a híradó newsroomja, az körülbelül 8-10-szer akkora volt, mint a miénk a Szabadságtéren. Körülbelül, ha jól számolom, 40-50 asztal volt monitorral mindennel felszerelve. Három műszakban dolgoztak az újságírók, és azt kell tudni, hogy a BBC-nek akkor 80 országban volt tudósítója. Ez természetesen azt jelentette, hogy és akkor most megint visszatérek a tartalomra, hogy közel sem volt annyira provinciális, mint a magyar televízió műsorja. Nálunk egy csomó nem hírnek nevezhető anyag tájékoztatás megy le, amit némileg talán bemagyarázással el lehet mondani azt, hogy na hát ezek hírszerű anyagok voltak, nem híranyagok egyébként, semmi történés nem volt ezekben. Ott pedig ugye minden áldott nap reggel 9 órakor volt az eligazítás, akkor mind a 80 ország tudósítója vonalba volt, és akkor mindenki elmondta, hogy mit ajánl, és innen, illetve Londonból pedig megmondták, hogy mit kérnek. Na de ezek szerint akkor most direkt mondom így, tulajdonképpen az volt a bajunk, vagy az volt a lemaradásunk, hogy nálunk nem volt 80 tudósító, csak néhány, és akkor ez csak arányaiban különbözött a BBC-től, vagy pedig másképpen is. Közszolgálatiságra is gondolok. Hát a közszolgálatiságban ugye az köztudott, hogy a BBC ebben a műfajban piacvezető. És nagyon jó példát mondok akkor a közszolgálatiságra. Blair volt a miniszterelnök. Tony Blair, igen. És az egyik fiatalkori barátját kérte fel, hogy legyen a kuratóriumnak az elnöke. Majd azt hitte, hogy ezt a kuratóriumi elnököt ő fogja dirigálni. A kuratóriumi elnök meg elküldte az első adandó alkalommal, úgyhogy azt hallottam, legalábbis kint ezt mesélték, hogy össze is vesztek, de a kuratóriumi elnököt nem váltották le. És a kuratóriumi elnök ragaszkodott a pártatlansághoz. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket az év utolsó Csak természetesen című műsorában. Egy ember életében számtalan olyan ok lehet, ami miatt az elvándorlás mellett dönt. Köszöntöm nézőinket, Nagykörű című műsorunkat látják, ez a 8. évfolyam második adása. Köszöntöm nézőinket, a Foci és Sport című műsorunkat látják, ez a 6. folyam második adása. Kellemes időtöltést kívánok minden kedves nézőnknek. Az is nagy vihart kavar, hogyha egy jó külföldi játékos ide szerződik Magyarországra. Üdvözlöm Önöket, Power Lilla vagyok, a 6-os csatorna főszerkesztője. Pillancsanak bele stúdiónk életébe.
Azt hiszem, Lilla, hogy neked nagyon nagy tapasztalatod van, nem csak annak idején a közszolgálati televíziózásban, ezt hagyjuk is. Sokkal inkább arra gondolok, hogy Magyarországon is már olyan nagy a médiapiac, és most a televíziókra gondolok, kereskedelmi, közösségi, nagyon-nagyon sokféle televízió és televíziózás van. Neked viszont betekintésed van abba is, hogy milyen volt annak idején az első kereskedelmi televízió, hogy indult ez, és a kérdésnek a másik fele, amire majd később visszatérek, hogy ez a fajta televíziózás, a hatos csatorna, hogyan működik. Na, de akkor ugorjunk egy picit vissza a múltba. A rendszerváltás utánra kell visszatekintenünk, hiszen amikor kimentek a szovjet csapatok, akkor nagyon sok terület fölszabadult, amelyen ők állomásoztak 40 éven keresztül. Így volt ez Mátyásföldön az Erzsébet-ligettel is. Ezen a részen nem csak katonai parancsnokság volt, hanem nagyon sok minden egyéb, amelyet az oroszok használtak. És most be tudjuk azonosítani, ott van most színház is. Igen, minden az Erzsébet-ligeti színház, ami az ország legjobban működő kulturális intézménye címet kapta meg az elmúlt évben. Nos, innen, ebből az orosz színházból sugárzott egy televízió a szovjetek számára. Ez elég sok helyen fogható volt, és erre a frekvenciára épült fel az első kereskedelmi televízió Metropol néven. A tulajdonosi gárdáról most nem beszélnék, mert nagy televíziós, nagy vezetőkből, és nagyon ügyes emberekből állt, egy remek televíziót hoztak össze, körülbelül 200 főstábbal. Ez így működött körülbelül másfél-két éven keresztül, mert mindenki tanulta a kereskedelmi televíziózást. Tehát nem lehetett tudni, hogy hogyan lehet ezt kitermelni, milyen... tehát a technika az ugye megvolt hozzá, meg még hoztak is a magyar televízióból, kivásároltak holmikat, de ettől függetlenül a kereskedelmi televíziózást tanulni kellett. Ennek megvoltak a maga buktatói, és gyakorlatilag ezért szűnt meg 1995-ben ez a televízió, hiszen lehet azt mondani, hogy eladósodott. Na de akkor nagyon bocsáss meg, hogy szabadba vágok, te is akkor tanultad végül is a szakmát, mert oda kerültél, és hát tudom, műsorvezetőként először, de hát a műsorvezetői feladat és a maga a műsorvezetői szövegalkotás az is egészen más volt. Hát teljesen természetesen, először is nem volt médiatörvény, mindent lehetett. Tehát olyan szabadon tudtunk beszélni, és olyan jó dolgokat tudtunk csinálni, hogy ez valami hihetetlen. Milyen műsorok és nem voltak? Volt reklám. Hát gyakorlatilag én bementem reggel 5:30 felé, kisminkeltek, megnéztem, hogy mi lett az előző napról forgatva, mi lett elém téve, elkezdtük a műsort 7:30. Ott voltam 7:30-8, utána bementem tanítani az iskolába, ugye, mert akkor még egy iskolában igazgatóhelyettes voltam, és aztán délután, ahogy tudtam, visszamentem, mert vagy volt este adásom, tehát hetenként kétszer volt reggelem, kétszer volt estém, és egy hétvégén. Ezek ilyen egyórás, kétórás magazinműsorok voltak, és egy nagyon-nagyon jó kis gárda működött együtt, és nagyon jó rendezőkkel és szerkesztőkkel dolgoztunk. Magát én azt a szerkesztő-vágó szakmát, azt ott Csenteris Ági mellett tanultam meg, mert éjjel-nappal mellette ültem, és néztem, hogy csinálja, hogyan születik meg egy adás, hogyan lesz belőle egy vágott, szabott, varrott anyag, aminek van eleje, vége, és van egy éve. Borzasztóan szerettem csinálni, tehát ez egy alkotó munka volt. De ugye, mert én előtte csak műsort vezettem, ezzel a részében nem foglalkoztam. A másik az, hogy utána azért beleláttam ennek a televíziónak a működésébe is elég erőteljesen, hiszen a végén vezető pozíciót is kaptam, és akkor megtanultam, hogy hogyan működik egy tévé, A-tól Z-ig. És ez az, amit a mai nap tudok hasznosítani ennek a televíziónak ez az, a működése kapcsán. Ezért is hogy szóba hoztad A-tól Z-ig, mint ennek a televíziónak a vezetője, csak ez megint egy más felállás, mert igaz, hogy a kereskedelmi televíziózás is változott sokat, de közben, ahogy jöttek az új figurák, hogy így mondjam, itt van ez a közösségi televízió. Most ennek a helye, és azért jutott eszembe, mert mondtad, hogy a Metropol az hol merre sugárzott. Ennek a helye hol van a magyar médiapiacon? Mi egy nagyon furcsa helyet foglalunk el a magyar médiapiacon, hiszen több mint 100 csatorna, magyar nyelvű csatorna van a műsor kínálatban. Amikor elmegyünk egy médiavásárra, akkor elámulok, hogy mennyi mindenkit lehetne venni, és mi hogyan ékelődünk bele, illetve hogyan illeszkedünk ebbe. Először is biztos, hogy más kell csinálni, mint a többi. Tehát minden, összesen most ezen a státuszon szerintem olyan 15-20 csatorna van. Ebből vannak területiek is, mint például a Somogy TV, ami egy megyének a körzetét látja el, vagy közösségi feladat
feladatait próbálja meg arra az adott területre mutatni. De ide tartozik a Parlament TV, mint közösségi televízió, amely egy politikai csatorna, és a parlamentben történő és annak a hátterét mutató információk eljutatását küzdik. Hát abban a részben, ami éppen a feladat, de hát a hatos csatornának is van egy úgynevezett rés. A hatos csatorna pedig egy nem politizáló, kimondottan arra törekvő, hogy minden tekintetében egy hasznos tartalmat sugárzó csatorna legyen, amelyik azt lehet mondani, hogy kiegyensúlyozott, amely mellett lehet pihenni, okosodni, szórakozni, rátekinteni a világra. Kimondottan nem köteleződünk el sem erre, és ezért is nem csinálunk politikai műsorokat, mert annak nagyon sok színtere van, tehát mi ebben próbáljuk megtalálni az arcunkat és a helyünket, amelyben úgy néz ki, hogy meg is tudunk maradni, hiszen a nagy szolgáltatók, a T-Home, a UPC, és most nem azért mondom, mert ez nem a reklám helye, az Invitel, az Antenna Hungária, a Digitelevízió az első pillanattól kezdve, mint terjesztő, a hatos csatornát terjeszti. Tehát itt lehet mondani mindenkinek, aki azt mondja, hogy hát mi nem látjuk ezt, tessék betáplálni, vagy végigmenni, hiszen ugye a 100 csatorna, magyar nyelvű csatorna, és a nem tudom én, 50 külföldi nyelvű között meg kell minket tudni is találni, jó, és érdemes. Érdemes is, és akkor itt zárásképpen nem akarok hazabeszélni, de nyugodtan azt hiszem zárhatjuk úgy ezt a beszélgetést. Mondtad, hogy körülbelül milyen a műsor kínálat. Én azt hozzátenném, hogy nagyon sok olyan műsor van itt a hatos csatornán, ami egyrészt más televíziókban nincs, és lehet, hogy furcsa hangzik, de közszolgálati feladatot is ellát ez a csatorna. Én azt gondolom, hogy az a státusz, hogy körzeti közösségi, ami régen a közműsor szolgáltatónak felelt meg, ez nem fedi azt a tartalmat, amit mi gondolunk. Én azt gondolom, hogy mi egy igazi közszolgálati televízió vagyunk. Köszönöm. Magyarország első televíziójában. A híradóban ma Bayer Ilona. Egyre aggasztóbb a hazai környezetvédelem helyzete. Ezt már évek óta mondogatjuk, nagyot tisztenve egy-egy újabb riasztó eset kapcsán. Vannak könyvek, amelyek álmodni hívnak, mások pedig megmutatják a valóságot. Hajdan volt és mai mulatságok története, divatja, viselete, illemtana és érdekességei. Mindez a Kultúrmorzsákban. Bayer Ilona vagyok, köszöntöm Önöket! Komolyan mondom, hogy igazán örülök annak, hogyha egy olyan kedves kolléganővel beszélgetek, mint te, hiszen dolgoztunk együtt, nagyon sokat dolgoztunk együtt, dolgozunk is együtt, itt a hatos csatornán, és most azért is várom, hogy oszd meg velünk, illetőleg a kedves nézőkkel is a gondolataidat, mert ez nem egy retro műsor, de nagyon sokan emlékeznek rád, mint híradós műsorvezetőre a Királyi Televízióban, de hogy lettél az, és milyen volt akkor ez a műsorvezetői állás, hogy úgy mondjam, azt nem biztos, hogy mindenki tudja. Hozzáteszem, hogy végül is te voltál az első nő, hölgy, aki egy hétig ott ült mindig a televízió híradójánál. Igen, ez már az új szelek következménye volt. Egy CNN típusú híradót akart csinálni, és sikerült is a Cél Endrének. Na, de erről egy kicsit később. A legfontosabb az, hogy egy nagyon jó csapatba kerültem már a szakmám kezdetén, néhány rádiós, Szolnokon töltött rádiós év után. Én azt gondolom, hogy ma is minden televíziós riportert és műsorvezetőt egy fél évig beiratnám egy híradós kurzusra. Ugyanis a híradónál az ember megtanulja a pontosságot, a szervezettséget, a gyorsaságot, ami egyébként egy külön és nagyon fontos dolog, hiszen nagyon gyorsan át kell látni azokat a témákat, amiről az ember riportot készít, vagy műsorvezetőként felkészül rá. Ugyanis a világ legbonyolultabb kül- vagy politikai eseményeiről, kulturális rendezvényeiről egy, másfél vagy két percben teljes képet kell adni, mégpedig úgy, ahogyan a mestereim mondták annak idején, hogy Marinin is megértse, de közben az illető témának a felelőse, egyetemi tanára, vagy éppen szakembere se találja ezt rossznak szakmailag. Ne feledd szabad, egyetlen egy mondattal vágok közbe. Tökéletesen igazad van, és ha már a rádióról jut eszembe, amit mondtál a rádiós múltról, ott pedig
és arról, hogy mestere a szakmának, a Mester Ákos jut eszembe, Kossuth Rádió, ő mondta azt mindig, hogy a szerkesztőket és a műsorvezetőket, a krónikához, de őket be kéne iratni egy fél évig a hírszerkesztőségbe. Persze. Mert a hírt megírni ebben a két percben, az van. Aki már két percben vagy egy percben tud, hogy mondjam, kerek és szakmailag korrekt anyagot készíteni, arra már nyugodtan rá lehet bízni 5 percet, 10 percet, vagy akár egy egyórás műsort is. Tehát én nagyon jó időszakban, tehát a tanuló éveim közepén kerültem a Híradóhoz, egy nagyon jó csapathoz, és egészen a rendszerváltásig éltük az akkori híradósok életét, ami számomra nem volt nehéz, mert én a kultúrával foglalkoztam elsősorban, és én nagyon-nagyon kevés tiltást kaptam bizonyos témákra vonatkozóan. Sokan azt mondják, hogy persze, mert a régi rendszer híradója, hát az egy nagyon fegyelmezett híradó volt, és nagyon jó híradó volt a maga nemében. Igen. Matuzné Rózsikát dicséri. Igen, és ugye mindig azt mondják, hogy bezzeg a híradósok és a politika, stb. Neked, mint műsorvezetőnek, mennyire volt szabad kezed? Vagy pedig a szerkesztő ott azt mondta, hogy na most akkor ezt így mondd, így csináld. Én hála Istennek nagyon kevés tiltást kaptam. Előfordult egyszer-kétszer, hát amikor megpróbáltam a saját véleményemet, ami persze szigorúan tilos a BBC etikai kódexe szerint, és akkor volt egy kis eltiltás, de az én igazságérzetem már 85-ben is azt diktálta, hogy nekem akkor azt kell mondani. Nem mondtam én vad dolgokat, csak olyan szépen virágnyelven elmondtam a véleményem az akkori egyik miniszterről. A lényeg az, hogy én kevés tiltást kaptam, és akkor jött a rendszerváltás előtti Szelek híradója, 87-ben vette át, 86-ban talán Acil Endre a híradó vezetését, és az a 4 év volt, tehát 86-tól 90 őszéig a szakmai életem csúcsa, nem azért, mert egy hétig én vezettem 3 fiú mellett a híradót, hanem azért, mert szakmailag és morálisan a legszabadabb híradót készíthettük. Acil Endre és azóta sajnos már meghalt Sándor Pista és Elek János, a két helyettese, kiváló csapatot kovácsolt össze, kiváló szakemberekből, akiket engedtek kibontakozni. Ugye ott voltak a műsorvezetők, és ott voltak a bemondók. Most én nem szeretném, hogy ezt hosszú érezted, ezt nagyon röviden úgy is meg tudod fogalmazni, hogy... Híradós voltam. Műsorvezető és a bemondó. Milyen viszonyban voltatok, mert ez nem ugyanaz. Mindenki azt hiszi és keveri ezt a két fogalmat. Aki a képernyőn megjelenik, az műsorvezető. Igen. Illetve nem, bemondó a néző szemében, bocsánat, bemondó. Nekem is azt mondják, hogy maga kedvenc bemondom. A bemondó azt mondja el, amit két műsor között el kell, régen szigorúan a leírt szöveget, utána már egy kicsit, hogy mondjam, civilesíthették és egyéniesíthették a mondandót. A tévéhíradóban és a más műsorokban is saját maga írja meg a műsorvezető, és újságíró képesítésre rendelkezik. Ez rendben van, ezt rendben tudjuk, van. És ne is haragudj, hogy félbeszakítalak. De hogy milyen viszonyban voltunk? Mi jóban remek. Voltatok? Nagyon jóban, nagyon jóban. Egyetlen egy bemondó kollégával sem volt soha afférünk, sőt, egyszer Berke Zsuzsival adás előtt egy percben, az adás előtti utolsó percben cseréltünk blúzt, mert az enyém interferált, és én az ő fekete blúzában, mert ők nem látszottak akkor a képernyőn. És hát átöltöztünk, úgyhogy még a ruhánkat is kölcsön adtuk egymásnak. Köszönöm De szépen. Ma is így vagyunk. Köszönöm. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a továbbiakban először a Kimenő című angol tévéfilmet láthatják. Ugye tetszett a film, kedves nézőink? Az igaz, hogy 30 esztendővel ezelőtt készült, de azt mondhatjuk, hogy még mindig nem tartozik a poros filmek kategóriájába. Viszont ami most következik, az egészen új és friss. Nagyon sokan kikérték maguknak a tévé bemondók közül annak idején, hogy én kérem szépen nem csak bemondó vagyok, én gondolkozom is, és nem a leírt szöveget olvasom föl. Na most ezt azért kérdezem, mert Bajer Ilona, úgy mint az első híradós nő, elmondta, hogy azért az nem egészen új volt, mert mi jóban voltunk a bemondókkal. Na most ezt azért hozom szóba, mert te bemondó is voltál, de nem csak bemondó. Szóval ez a fajta státusz annak idején mit jelentett a magyar televízióban? Szerintem csodálatos volt. Én imádtam bemondó lenni. Háziasszony voltam. Beszéltem a nézőkhöz, szerettem őket, és ez nagyon fontos volt. Azon kívül
ebből fakadt, hogy más műsorokba is hívtak, többek között én is híradóztam, az igaz, hogy nem híradó műsorvezető voltam, hanem hírolvasó bemondó, és nem az egyes, nem a 7:30-as híradóban dolgoztunk, hanem a kettes programon volt a kettes kiadás, és a hármas kiadás az egyesen késő éjszaka. Úgyhogy egy héten egyszer-kétszer híradóztam is, és bemondtam, amit nagyon szerettem. Éreztetek, vagy láttatok-e akkor, ha egyáltalán figyelemmel lehetett kísérni, különbséget, vagy valamiféle összevetést a magyar televízió, illetőleg a magyar televíziózás, vagy az akkori külföldi között? Mennyire volt ismeretanyagotok erről? Sose fogom elfelejteni, volt egy hangmérnök hölgy, már sajnos csak úgy tudom, hogy a Böbi néni, elég hamar meghalt, idős asszony volt, de azt hiszem értett a szakmához. És egyszer egy nagyon sima ruha volt rajta. És mondtam, nem kéne ezt földobni valamivel? És akkor azt mondja a Böbi néni, nem. Én éppen most néztem egy BBC adást, ahol az ottani bemondónő egy rendkívül egyszerű sima ruhában volt, nem is tudom megmondani, hogy mi volt rajta, mert hiszen nem ez a lényeg, hogy mi van rajtad, hanem hogy mit közölsz, és mit mondasz a nézőnek. Tehát nem kell, hogy elvonja a figyelmedet, a nézők figyelmét az öltözködés. Hát ha már ezt szóba hoztad, ugye, hogyha akármelyik televízióban mostanában megnézel egy műsort, akkor utána körülbelül majdnem annyi ideig, mint a reklám, kiírják, hogy XY-t ki öltöztette, de még azt is kiírják, hogy honnan van a cipő, meg az ékszer, meg minden az ég adta világon, és egy kicsit ez ellentmond annak pontosan, amit te mondtál, mert a tartalmat egy picit elvitte a külcsín, mondanám azt, hogy sajnos, de... Szerinted jól van ez így, ahogy most van? Most úgy értem, hogy ezt is nagyon fontosnak tartják a mai televíziózás világában. Igen. Amikor már nem bemondóként dolgoztam, hanem csináltam egy sorsolást egy kereskedelmi csatornán, akkor nekem már jött a stylist, nem igen. A ruhás kislány, hanem a igen. Stylist, mert így hívják őket, és minden adásra hozott nekem ruhát. Ez el is kényelmesített engem, mert eleinte a saját ruháinkban dolgoztunk, és hát akár kifordítottuk a pulcsit, és akkor ez egy másik ruci volt, egy mellényt vettünk rá, vagy egy rózsát, vagy egy gyöngycsort, vagy itt mindig kaptam minden adásra egy-egy új ruhát. A cipő az maradt, az a sajátom volt, de általában hoztak ruhát, és nagyon érdekes, a stáblista végén megjelent, hogy honnan van a ruha, igen. De én kiszúrtam, hogy az, ahonnan a ruhám van, nem is szerepel ott, hanem valamilyen más cégek vannak írva. Nyilván azok szponzorálták a műsort. Persze. Egyébként mennyire figyeled a mai televízió műsorokat, és nem csak a közszolgálatira gondolok, hanem a kereskedelmi televíziókra is, hiszen most már annyi van, és hogyha otthon előveszed a távirányítót, akkor 60-80, nem tudom, 100 csatorna, hogy szinte a bőség zavarával küzdünk, persze ennek a fele szerintem egy kaptafára megy, de maradjunk akkor a hazai viszonyoknál. Én kapcsolgatós vagyok. Az lettem. Kezdem először a híradókkal. Nézem az összes híranyagot, ami létezik. Egy krimit megnézek. Na, nézzük, nézzük. Egyem a szívét. Hát ez csak ugyan nagyon bájos. Az én tengeri malacom. Marocska, ébresztük fel. Szia, miért ébresztenük fel, Mazsola? Hát játszani akarok a tengeri malacával. Majd játszatok, ha már kialudta magát. De folyton csak alszik. Már még nagyon kicsi. Jóval többet kell aludnia, mint neked. Hogyha valami hiányzik, de lehet, hogy ez csak az én véleményem, a mai közszolgálati televíziózásból, és gyorsan hozzáteszem, hogy nem csak abból,
az a gyerekműsor. Gyerekműsorok nem készülnek, ennek több oka is lehet. Egyrészt az, hogy a 21. században abszolút nem biztos, hogy olyan gyerekműsort kell csinálni, mint annak idején, 20-30-40 évvel ezelőtt, tény az, hogy nincs. De te, aki a 70-es, 80-as évektől kezdve végig kísérted ezt az egészet, íróként, rendezőként, mondhatnám azt, hogy a magyar televíziózásban nincs is más, aki ilyen minőségben és ilyen gyerekműsorokat csinált. Hogyan látod ezt? Most egyrészt, ami elmúlt, meg hát talán ami lehet. Nagyon nehéz, mert hogyha ezt nagyon hiányzik, ezt le kell szögezni, ezen nincs mit beszélgetni, de ez valóban nem az a kor, ami olyan szinten tudna gyerekműsorokat termelni, mint a fénykorban, a 70-es, 80-as évek. Tudnék, egy védett gyerekkornak nevezett korszaka volt az emberi történelemnek is, de a televíziózásnak is, ahol fontos volt, hogy a gyerekkel foglalkozzunk. Ez a nők munkába állásával kezdődött, amikor a 19. század második felében, amikor létrejöttek a gyerekszervezetek, egyházak, állam, mindenki törődött azzal, hogy a szabadidejüket megszervezzék a gyerekeknek. Igen. És ennek a fényében született meg még a Magyar Televízió, még ugye a 60-as évek második felében a Magyar Televízió gyerekműsorai mindenki számára örvendetes néznivalót nyújtottak. Az igaz, hogy nem is voltak speciális a gyerekműsorok, mert bábokkal játszották el őket, de tartalmukban, amiket Bálint Ágnes írt mondjuk az első Futrinka sorozatban, azok olyanok voltak, mint ma egy szappanopera, mégpedig egy majdnem, hogy egy aktuális szappanopera, arról szóltak, ami akkor éppen a társadalomban érdekes volt, és persze, hogy mindenki nézte őket, de még a Mazsola, amit szintén azért mindenki ismer, és abszolút gyerekműsornak tekintjük ma már, egy nevelési tanácsadó volt, nem más. Hogy hogyan kell úgy bánni a hisztis rossz gyerekkel, idézőjelbe, aki a Mazsola, ahogy a Manóka, megértéssel, szeretettel, magyarázattal. Most feldolgoztam ezen, hogy ezt a régi korszakát feldolgozzam a Magyar Televíziónak, és nagyon sok izgalmas dolog volt. Ugyan a megrendelő aztán azt mondta, hogy ez nem érdekel senkit, de ezt én nem hiszem. Az internetre majd fölrakom szépen. Bocsánat, mondat csak közvetőleg, és ne feled szabad, hogy nem érdekel senkit. Azért sem igaz, mert éppen az utóbbi egy-két évben reneszánsza van a diafilmnek, és otthon nézik a nyugodt mesefilmeket a gyerekek. Na, és akkor itt volt egy központi akarat, volt erre szervezet, aki megszervezi, hogy legyenek gyerekműsorok, hogy legyen fikció, legyenek játékfilmek, és legyenek olyan akciók, olyan interaktív dolgok, országos vetélkedők, ami a gyereknek szól, amitől az ő kulturális, lelki, mindenféle épülése segíthető. Meg az érdeklődést felkeltette az érdeklődést, egy csomó ismeretet adott neki, és ugyanakkor a beilleszkedését is segítette. Na most ez tartott egészen 90, tehát a rendszerváltáskor az egész televíziós struktúra megváltozott, akkor kezdődött már az a dolog, hogy már csak négy, tehát az egyes csatorna, a Hankis ére, amikor a Hankis lett az elnök, Hankis elemér, Bányai Gábor volt az egyes csatornának az intendánsa, és ők azt mondta, hogy van négy ember, ő szerinte, ez szerencsére egyik én voltam, a másik Szabó Márta, Macskásikat és Levente Péter, ezek lefedik a korosztályokat, és ezek olyan elhivatott bolond emberek, akiknek van egy elképzelése, van egy nagy erős szándéka, ezek úgyis képességeik szerint mindent meg fognak csinálni, amit tudnak a gyerekek számára, és akkor ez még azt a látszatot keltette, hogy van gyerekműsor, mikor ez a Hank is lemondott, és utána újra ilyen osztályok lettek, de akkor is a Nészabó Márta lett az osztályvezető, aki ilyen tigris típus, és így foggal, körömmel mindenkiből kiszedett minden cseppnyi kis pénzt, de hát meleghalt, hogy akkor még kapt. És amint a kereskedelmi televíziózás elindult, akkor eznek vége lett. Most még egyet, mert ugye elkezdtem ebben a védett gyerekkorral, ez valóban nagyon jól működött a 20. század közepéig, a televíziók megjelenésével ennek vége lett.
nem csak ugye a magyar televízió, hanem egyáltalán a világban, és a kereskedelmi televíziók megjelenésével, illetve elterjedésével pedig totálisan. A gyerek újra visszakerült egy ilyen közé, mindig azt mondom, visszakerültünk a középkorba, ahol a várudvaron fölnőttek a gyerekek, amit neki tudni kellett, mert a apja sarukészítő volt, azt megtanulta, meg az életről mindent megtanulta többiektől, akik szintén ott éltek. Most ugyanez van, csak a tévéből, internetről a gyerek mindent megtanul, amire szüksége van, de nincs egy ilyen központi akarat, mert mi? Most zárhatjuk azzal, hogy a jövőre nézve internet nélkül gyerekműsor sincs. Internet nélkül nincs gyerekműsor, viszont mese, ahogy mondtad, mesére egyszerűen szükség van, tehát akkor kéne olyan internetes csatornáknak lenni, hát sok mindennek kéne lenni. Reméljük, hogy lesz. Okay. Köszönjük szépen. Itt a műsorban Takács Vera rendezővel arról beszélgettünk többek között, hogy mennyire hiányzik a mai televíziós kínálatból a gyerek műsor, vagy mennyire nem hiányzik. Ő többek között azt mondta, hogy más ez a 21. század, a gyerek mindenhonnan mindent megkap, meséljünk neki, de tulajdonképpen az a fajta televíziós mesekészítés, ami volt, az ma már nem állná meg a helyét. Te eléggé régen benne vagy ebben a műfajban, 1970 óta. Egyetértesz Verával, hogy olyasfajta meséket nem kell csinálni, mint amelyeknek például te is operatőre voltál? Hát ezzel nem értek egyet. Verának igaza van persze, de a korszerűsítés az csak a régi klasszikus alapokon lehetséges, az én véleményem szerint. Hát én annak idején Verával is dolgoztam, és nagyon sok gyerekműsort, ifjúsági műsort készítettem, meg 15 évig iskola televíziós műsorokat, szóval van némi tapasztalatom ebben. Sőt, Mérei Ferenc, a világhírű gyermekpszichológus, a portré filmben, amit készítettünk róla, akkor még azt mondta, hogy a televízió nagyon fontos a gyerekek fejlődése számára, mert a televízió ablakot nyit a világra. Ez akkor igaz is volt. Igen. Ma már ott tartunk, hogy a televíziók és az internet már óriási dömpingben látja el a kedves érdeklődőket mindenféle információval, olyannal is, ami nem igaz. Sőt, zömében olyannal. Na most a gyerek az még nem képes elválasztani a valóságot a nem valóstól, ezért óriási a felelőssége mindenkinek, aki a médiában dolgozik, hogy mit mutat és mit mond el a gyerekeknek. Annak idején csináltam a gyermekműsorokat, sőt, én leginkább azt szerettem csinálni, amikor gyerekeknek vagy fiataloknak szóló ismeretterjesztő műsort készítettünk, és hát ilyen alkalommal mászkáltam én mindenfelé. Már bejártad a világot, Dél-Amerikában, hát itt-ott-amott. Amikor én megjöttem Dél-Amerikából az esőerdőből, ami nem dzsungel, mert a dzsungel az a kelet-ázsiai esőerdő, tehát Amazóniában megjöttem, akkor kérte a Vera, hogy jöjjek be a stúdióba, meséljek a gyerekeknek a kalandokról, és akkor én olyanokat meséltem, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha megtámad az óriás kígyó, mit lehet csinálni akkor, amikor már rátekeredett, hogy ezt megúzd, és ez a gyerekeknek borzasztóan tetszett. Hát, világos. És aztán mindig akár honnét megérkeztem, Vera mindig beívott, és egy kicsit mindig meséltem. Aztán egyszer csak azt mondta a Vera, hogy te Lajoskám, hát csináljunk ebből egy műsorsorozatot. Az lesz a címe, hogy Operatőr mesék, amiből az első 4 részt velem csinálta Vera.
és utána azt hiszem a Szabados Tomi volt még. Jó, jó, itt álljunk meg, mert ez nem egy retro műsor, hanem sokkal inkább én arra is kíváncsi és lennék. És nagyon nagy nézettség volt. Nagyon nagy nézettség volt, nyilvánvalóan. Még ma is nézik. Na, ezt mondom, hogy még mindig időtálló ez, és igenis arra akarok kilogadni, hogy igenis a mai gyerekek is néznék, mert hiába van internet, és hiába kapnak rajzfilmeket, azért ez mindig érdekes, de 21. században vagyunk, te operatőr vagy, nyilvánvalóan neked is végig kellett menni azon az úton, hogy eljussunk a digitális technikáig, eljussunk oda, hogy most már mit tudom én, a jeladás 3D-ben. Szerinted ez a technikai fejlődés, azon kívül, hogy csodálatos és gyönyörű, mennyiben segítette elő a kreativitást, a gondolkodást és azt a fajta szellemi tartalmat, amit képviselni szeretnénk? Hát a szakembereknél elősegítette, a dilettánsoknál meg öncélúvá tette. Na most a kiindulási alap mindig az, hogy tartalom, forma, kivitel. A tartalom ugye, hogy mit akarok mondani, mit akarok megmutatni. A forma nyelvi eszközöket meg lehet tanulni, amelyeknek a segítségével ezt a tartalmat megfelelő módon tudom átadni a szemlélőnek, hogy meg is értse, amit mondani akarok. Igen. A kivitel az meg a profi iparos mestermunka. Az megtanulható. Na most abban az esetben, amikor nem szól semmiről a produkció, de állati látványos képeket barom jó technikával csinálunk, és röptetjük a drónokat jobbra-balra, meg lengetjük a kamerát ide-oda-amoda, ugye, hát az meg villog a kép, mert olyan rövidre vágják, hogy hát ha nincs se kompozíció, se mondani való, nincs miben gyönyörködni, akkor sűrűn vágják. És akkor ott villog minden, és akkor a Manus issza a sörét otthon a fotelba, eszi hozzá a csippet, és akkor nézi, hogy villog valami, és akkor jól el van vele. Ez nem televízió. De azért zárjuk azzal a beszélgetést, hogy ez nagyon így van, és nagyon igaz, amit mondtál, de azért remélhetőleg, hogy nem ez a jövő. Nem. A jövő az, hogy végre a korszerű technika segítségével még jobban meg tudjuk mutatni a világot az embereknek. Én például ezt a nagy felbontású, korszerű digitális képet rendkívül alkalmasnak tartom arra, hogy újra forgassuk a gyönyörű szép természetfilmjeinket, a gyerekeknek megmutassuk, hogy milyen szép a természet, hogy vissza tudjuk terelni őket a természethez, mert a természet az nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és nagyon látványos, és természetes. Egyetértesz azzal az utolsó mondatommal, hogy minden hasonlat csánt itt egy kicsit természetesen ez is, hogy klasszikusok, és nagyon sokszor újra szinkronizálnak klasszikus filmeket, és újra forgatnak filmeket, hát akkor ebbe ez is beleférne. Hát figyelj, Gábor, most, hogy a Hollywood meg akarja csinálni az egri csillagokat, akkor miről beszélünk? Pontosan erről beszélünk, amit Zsigmond Vilmos mondott nekünk, amikor hazajött Amerikából, megkérdeztük tőle, hogy mi a jó film titka. Azt mondja, gyerekek, kell egy jó sztori. Ennyi. Legyen, köszönöm. Kedves nézők, én azt ígértem, hogy egy kicsit kitekintünk a nagyvilágba is, és azért is örülök, hogy Zentai Péter kollégám elfogadta a meghívásunkat, mert most kivételesen nem azzal kezdem, hogy honnan és mikor tudósítottad a Magyar Rádiót, de azért annyit tegyünk hozzá, hogy Bécs, meg Berlin, meg Washington nem áll tőled olyan nagyon messze. Sokkal inkább arról először, hogy... Ja, kedves nézők, Pulitzer díjas, gratulálunk. Szóval arról, hogy úgy emlékszem rá, vagy legalábbis úgy tudom, hogy te tudósítottad innen a CNN-t. Igen, a 80-as évek végén a CNN-nek voltak gondjai Kelet-Európában, hiszen akkor hirtelen érte az egész világot ez a hatalmas és nagyon gyors nyitás, és kellett találni ők angolul beszélő, akkor még fiatalnak nevezhető újságírókat, rádiósokat, tévéseket, és én önként is dalolva jelentkeztem, és aztán ők versenyeztették ezeket az embereket,
olyannyira, hogy magam eljuthattam a CNN-nek amolyan tudósítójaként is, és egyúttal a Magyar Rádiónak a tudósítójaként Berlinbe, ahol a fal leomlásának a pillanatait nem csak haza ide Budapestre, a Magyar Rádióba, ahol együtt voltam kollégák közvetíthettem, hanem CNN-nek is. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt, illetőleg nem sokkal később meghívtak Atlantába, a CNN központjába, ahol a világban tudósító, meg annyien félig amatőr CNN-es, mint amilyen én voltam, összegyűlt, és akár hiszed, akár nem, a Ted Turner, a CNN tulajdonosa és alapítója megkerestette a magyar részvevőt, engem, és odajött, a kamerák keresztüzében is gratulált ahhoz, amit a magyar nép és a magyar nemzet Magyarországunk csinált azzal, ami Amerikában is csodaszámba ment, hogy kinyitottuk a határt az NDK-soknak, és mi voltunk az elsők, akik megnyitottuk a szabad Irák felé Kelet-Európát. Ez nekem nagyon megható volt, és mindmáig emlékszem arra, hogy akkor nem én magamat tartottam nagynak, hanem Magyarországunkat, és akkor úgy az volt az életem nagy, erőteljes nemzeti érzése. Egyébként, amikor szóba kerül a nevet, hát akkor mindenki tudja, hogy rádiótudósító, de az, hogy egy televíziót is tudósítottál, az azért is örülök, hogy elmondtad, mert akkor nyilván láttad, nem is azt mondom, hogy a különbséget az akkori magyar televíziózás meg a CNN között, de egyáltalán örültünk annak idején, amikor már CNN-t lehetett nézni. Szóval egyáltalán a CNN akkor milyen benyomást tett rád? Infrastruktúra is más volt, szóval egy kicsit előre voltak. Hát igen, ugye ma már nem annyira meghökkentő az, ami akkor számunkra egészen drámai volt, hogy egy sok hatás, egy kultúrsok volt, hogy a televíziózásnak van egy olyan ágazata, amikor éjjel-nappal a hírek nyomába erednek, és 24 órán keresztül, 365 napon át folyamatosan figyelik a világ eseményeit, és ahol lehet ott lenni, az itt és mostot behozni. Az még az internet előtti világ volt. Tehát, hogy akkori önmagamat most kivetíteném a mai napra, akkor nyilvánvaló, hogy ma ez a kultúrsok elmaradna, bárki, aki most lenne 30-valahány éves, annak a számára nincs akkora különbség. A globalizáció messze menően érintette a televíziózást, ha bekapcsoljuk az orosz hírtévét, az izraeli tévét, az indiait, az arab hírtévéket, mind nagyjából egy kaptafára látszanak, csak a tartalomban rejtenek el nagyon fontos különbségeket, de a formai megnyilvánulás és a technológiai felszereltség szinte ugyanaz. De akkor azt hiszem, azt is elmondhatjuk, hogyha tapasztalataid szerint, hogyha azt mondom, hogy Washington, azt mondom, hogy Bécs, és ahogy említetted, Berlin, akkor hát ezeket a televíziós szokásokat, vagy ahogy manapság mondják, ugye tartalomszolgáltatás, az sem volt egyforma, szóval nyilvánvalóan ez mindáig nem egyforma. De erre akarok kilukadni, hogy érzed-e még most is a különbséget? Nagyon erőteljesen érezni a különbséget. Német nyelvterületen belül a német televíziózásnak a hírszolgáltatása jóval konzervatívabb, mint a világ többi részén. Nincs meg az a elképesztő gyors ütem, ami másokat jellemez, sokkal statikusabb, érdekes módon, mint akár bármely más európai országnak a hírszolgáltatása. Emögött rengeteg történelmi ok húzódhat, meg az a fantasztikus Németország és a világ médiája között, hogy a print, a klasszikus újságírásban messze kiemelkedik a német újságírás, a televíziózásban, mintha unalmasabban maradt volna és lemaradt volna. Ennek nem akarok most belemenni a részletekbe, sejteni vélek egy csomó dolgot. A lényeg az, hogy Németország e tekintetben nem olyan fejlettnek látszik, mint például akárcsak mi Magyarországunk. De hát nyilvánvalóan, ahogy mondtad, hogy a történelmi hagyományok. A történelmi hagyományok, illetőleg az, hogy az nagyon fontos, és ebben szeretném egész röviden elmondani, hogy nagyon lényeges a televíziónak a pedagógiai funkciója a hírszolgáltatásban.
kiszolgáltatásnak is a pedagógiai funkciója mind az Egyesült Államokban, mind Németországban. Ezt a két országot annak ellenére, hogy mondjuk jobban is ismerem, azt merem állítani, hogy anélkül, hogy ismerném a francia, olasz, stb. Televíziózásnak a lényegét, de azért vannak komoly sejtéseim. Ez a kettő ország az, ahol a legtöbb energiát fordították arra, hogy a televíziózás egy nemzetépítő, társadalomépítő jelentőséggel bírjon, hogy olyan üzenetek menjenek át, amelyek alapvetően megfelelnek az adott országok alapvető értékeinek, nem napi politikai értékeinek, hanem általános értékeinek, és hogy az emberek mind nyitottabbak legyenek a világra, és racionális érvek alapján tudjanak tájékozódni a világban. Ennek hatalmas a jelentősége, és ez Németországban egyaránt jellemzi a nem közszolgálati, hanem a kereskedelmi tévéket épp annyira, mint a közszolgálati televíziót. Ebben a tekintetben viszont messze élvonalban van Németország. Akkor ez azt is jelenti, hogy ebben a műsorban szó volt arról is például, hogy a pedagógia, mondtad, a gyerekeknek szóló televíziózás, ami itthon most nincs, meg nagyon sok helyen nincs, ezek szerint ott figyelnek rá? A német híradóknak mindig volt egy különkiadás, és van is különkiadása, amely kimondottan a gyerekeknek a napi tájékozódást segíti, de megkeresik azt a legkisebb közös nevezőt, amelynek alapján nem szégyentelenül alacsony szint, de nem elképesztően magas szinten, hogy mindenki értse a dolgokat. Természetesen nem tökéletesek, nem lehet tökéletes egy ilyen célhoz eljutni. Sehol. Sehol sem, de mindenképpen az lényeges, hogy van egy, idézőjelben mondom, mert régi kifejezés, és nem eléggé fejezi ki a lényeget, népnevelő jelentősége, nem öncélú. Nagyon sok helyen a kereskedelmi televíziósnak a hírei, illetőleg még a közszolgáltatásnak a hírei is öncélúak, vagy pedig napi politikai érdekeket szolgálnak. Itt ebben az esetben ez nem érhető tetten, az Egyesült Államokban sem. Nem érhető tetten. Nincsenek napi politikai érdekek, hanem általában az, hogy a televízió, amit az egész ország néz, az egy bizonyos színvonalat mindenképpen el kell, hogy érjen. Ha nem éri el, akkor azt a tévéműsorvezetőt, vagy azt a televíziót negligálják. Értem. A társadalom egésze negligálja, így vagy úgy. A nagy része úgy értve, a mérvadó része. Így a végén egyetlen egy dolog, hogy akkor két mondatot a hazai televíziózásról, mert hát ugye mi is elérkeztünk legalábbis az infrastruktúrát és a technikát tekintve a 21. századba, de a jelenlegi magyar televíziózást hogy látod? Amik mennek, azoknak a nagy részében az öncélúságot inkább látni, egy vélt vagy valósnak feltételezett popularitás hajhászását, amiben mindig újra és újra a színvonal, az érték áldozatul esik, ez elkerülhetetlen, de az a benyomásom, hogy hazánk e tekintetben messze nincs egyedül. Tehát a többség ilyen, de vannak nagyon komoly televíziózással foglalkozó országok. A Nagy-Britannia, tehát az Egyesült Királyság ilyen, az Amerika ilyen, és Németország fenntartom persze azt, hogy egy csomó tekintetben unalmas is, de alapvetően erről van szó. Egyébként a német kereskedelmi adók jóval színvonalasabbak, mint más európai országoknak az kereskedelmi adói, és nagyon erőteljesen betöltik azt a funkciót, amire szükség van, nevezetesen azt, hogy tanítsanak. Kedves nézők, ez volt a Nagykörút rendkívüli kiadása. Én remélem, hogy sok olyan dologról tudtunk beszámolni, ami talán nem annyira közismert, vagy talán nem annyira keltette fel eddig az érdeklődést. Mindez pedig, mint említettem, azért, mert november 21-e, tehát a mai nap, 1996 óta, amióta az ENSZ közgyűlés ezt meghirdette, a televíziózás nemzetközi napja. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, találkozunk a szokott időben, majd már a Nagykörút magazinban. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Kedves nézők, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket a Nagykörút műsorával, a magazinban, legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra 2016-ban is.